A Balatonalmádi Egészségházban a Városi Házi Orvosi és Fogászati Alapellátás, valamint a Védőnői Szolgálat mellett 14 darab a térségből igénybe vehető szakrendelés működik. Az uniós pályázatból megvalósított központ működteti a járási települések ügyeleti rendszerét is. Szilveszterkor is lesz riasztható szakképzett személyzet. Balatonalmádiban és a kistérség összes helyiségében a házi orvosi szolgálatok, azok ugyanúgy munkanap szerint dolgoznak 30-án és 31-én, mint a korábban, tehát a megfelelő rendelési, napnak megfelelő rendelési időben a házi orvosi szolgálatok dolgozni fognak, illetve a 16 órától kezdődő ügyeleti szolgálatig a rendelési időn kívül mobiltelefonon is rendelkezésre állnak a lakosságnak. 16 órától ügyeleti szolgálat van, 31-én 16 órától, másodikán másnap reggel 8 óráig. Az orvosok felhívják a figyelmet arra, hogy a betegek, akik folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állnak, az ünnepek között munkaidőben szerezzék be a januárig szükséges adagot. Minden sürgős ellátást igénylő esetben lehet jönni az ügyeletre 31-én 16 órától. Receptfelírásokat, azokat az ügyeleti szolgálat nem lát el, ezt a házi orvosi szolgálatnál kell még időben elrendezni mindenkinek. A balatonalmádi ügyeletet az egészségügyi központ A épületének földszintjén találják meg, és a 88-as körzetszám 412-104-es telefonszámon érhetik el. A vonal közvetlenül a megyei koordinátornál cseng ki, ő irányítja az adott járás szerint éppen ügyeletben lévő orvost a helyszínre. Ha szükséges, a diszpécser a mentőszolgálatot is értesíti.